a Fejér megyei rendvédelmi szervek és a dunaújvárosi középiskolák számára szerveztek futsal kupát az egyetem kampusz arénájában. Az esemény fővédnöke Cserna Gábor, Dunaújváros polgármestere. Mi dunaújvárosiak, és ez igaz Dunaújváros valamennyi polgármestere, megfelelő hittel állunk és támogatással állunk a dunaújvárosi sport sikereihez, és az új fellendülőben lévő sportág a fogasztának a támogatását. Magunkénak halljuk a Nemzetközi Olimpiai Bizottság korábbi elnökének, Juan Antonio számára, valamint a 80-as években volt a maga elnöke, a sporttal kapcsolatos gondolatán, amely a következő képen volt. Tehát valamikor 20 évvel ezelőtt, 30 évvel ezelőtt az akkori Nemzetközi Olimpiai Bizottság vezetősége a következő volt. A sport barátság, a sport egészség, a sport oktatás, a sport az maga az élet, mert a sport az összehozza a világot. Én külön köszönöm a Temakóznak és valamennyi szervezőnek, hogy immáron hagyományt teremtettek ebből a középiskolai centrumból. Ez a negyedik alkalom a Dunaújváros Egyetem épületében. Köszönjük rektor úrnak, hogy biztosítja a szervező számára az intézményt, és Dunaújváros önkormányzata a jövőben is a maga költségvetési forrásaival, mert közöttünk a fiatalok a jövő, támogatni fogjuk a Dunaújvárosi sportot, mert erre valamennyit a nemzetközi sportvárosában szükségünk. Az meg külön öröm, hogy azon túl az országban nyilván nagyon sok hasonló rendezvény van, kisebb településen, nagyobb városban, vagy éppen a fővárosban. Ez gyakorlatilag az egyetlen olyan rendezvény, és ezt mutatja a megjelent magas rangú rendőri vezető személye, ahol a sport mellett a mai napon egyértelműen a közrendvédelem, a bűnmegelőzés és a drogprevenció kérdése összekapcsolódik a sporttal. A rendezvény főszervezője Zemankó Zoltán, a Dunafer iskola igazgatója és a Dunaújvárosi futsal csapat operatív vezetője. Kedves uram, ez a legmegfelelő megszólítás, azt hiszem, hiszen több minőségben is itt vagy. Most főszervezőként kicsit hazabeszélsz, nem ezzel a futsal tornával? Rettentően hazabeszélek, hiszen a torna ötlete gondolta, amikor megszületett 4 éve, akkor még a városi futsal ma is, de akkor még nagyon-nagyon gyerekcipőben, sőt csecsemőcipőben járt, és az egyik legfontosabb célunk akkor az volt, hogy nyissunk az amatőr sportolók felé, tömegesítsünk, illetve a futsal sportot megismertessük és elfogadhassuk Dunaújvárosban. Én azt gondolom, hogy ez a ilyen módon a torna célját elérte, a kupacet elérte, hiszen ma már Dunaújvárosban a futsal egy ismert sportág lett. Tudjuk azt, hogy a felnőtt csapatunk, a profi csapatunk nagyon jól szerepel az első osztályi bajnokságban, éremért küzdhet a következő időszakban, sőt, ahogy ezüstérmes lett. És emellett, ami ettől még fontosabb számunkra, az utánpótlás csapataink, utánpótlás bázisunk egyre épül, egyre bővül, egyre erősebb, és ők is már több korosztályban, összesen 5 korosztályban versenyeznek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a cél, amiért ezt létrehívtuk, az valós, és annak valós értéke volt, és eredményt ért el az a cél. Az utóbbi években viszont tovább gondoltuk ennek a tornának, a kupának a szervezését, és nagyon szerettünk volna, amellett, hogy a fiataloknak valami alternatívát mutatunk az életben, szerettük volna őket tájékoztatni és megismertetni a drogok, illetve a bűnözés veszélyeivel, és éppen ezért vált ezt egy komplex tornává, hiszen ma már nem csak középiskolások, hanem most már eddig alkalommal a rendészeti szervek csapatai is itt vannak közöttünk. Össze is kapcsolódik egy kicsit, hiszen pont a Dunafer iskolában van rendvédelmi oktatás. Igen, nálunk van rendészeti oktatás, mondhatom azt, hogy egy sikerágazatunk, viszont nagyon fontosnak gondolom azt, hogy a szakképzési centrum berkein belül ne csak a sikerágazatokat, hanem azokat a szakmákat is népszerűsítsük, amelyek valós hagyományokkal rendelkeznek a Dunaújváros életében. Én azt hiszem és azt gondolom, hogy a Dunafer iskola is egy izzik-vérig szakképzőiskola. A rendszer egy fontos ágazat, de a mi gépész és villamos képzéseinket hasonlóan fontosnak gondoljuk. A mostani középiskolásra netán szemet vettek, késő neki már úgymond bekapcsolódni a futsal utánpótlásba? Egyáltalán nem késő, hiszen U20 a legfelső korosztályunk, ez a középiskolás gyerekek jellemzően 14-18 éves korosztály, úgyhogy az ő jelentkezésüket bármikor szívesen fogadjuk és vesszük. Az eseményen részt vett Varga Péter dandártábornok, Fejér megye rendőrfőkapitánya is. Hát tisztelt uram, úgy hallom, hogy ennek a rendezvénynek több fontos célkitűzése is van. Néhányat említsünk meg.
Azt gondolom, hogy a legfontosabb célkitűzés ugye a fiatalokkal kapcsolatos tevékenység, középiskolásoknak bűn megelőzési előadások tartása, drogprevenciós előadások tartása, és hát mellette a másik főszerep pedig a sporté, ugye mind a középiskolások, mind a rendvédelmi csapatok ugye futzálbajnokságon, tehát egy bajnokságban vesznek részt. Én úgy gondolom, a Fejér megye rendőrfőkapitánysága maga részéről mindent megtesz azért, mint hogy az elmúlt három alkalommal is megtett, hogy nagyon színvonalas, jó minőségű előadásokat kapjanak a diákok, illetve még a megnyitóban elmondtam, hogy egy nagyon fontos cél, hogy a fiatalokat a rendvédelmi szervekhez közel hozzuk. Lássák azt, hogy milyen a mi munkánk, lássák azt, hogy dolgozunk, és hát ők egy potenciális utánpótlási bázis. Nem véletlen, hogy a Fejér megyei főkapitányság toborzó standja itt van az egyetem épületében, ezért a megnyitóba kértem is őket, hogy nézzék meg, gondolkodjanak el rajta, mert tehetséges fiatal utánpótlására nagy szüksége van a Fejér megyei főkapitányságnak. Álna Ivan, kérdezem, csábító lehet-e a rendvédelmi pálya fiatalok számára, és ha igen, akkor miért? Én azt gondolom, hogy maximálisan csábító lehet. Kidolgozásra került már ugye az új hivatásos szolgálati törvény a rendőrségen belül is az életpályamodell, tehát pontosan kiszámítható az, hogy ha egy fiatal elkezd rendőrként dolgozni az alapoktól, hogy mire számíthat a karrierje során. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy biztos jó állásról van szó, és mi Fejér megyében igyekszünk mindent megtenni azért, hogy az újonnan érkezett rendőrök maximálisan minden támogatást megkapjanak. Azt gondolom, aki itt van, az jó táptalaj lehet, tápanyag, vagy utánpótlás, hiszen ők alapvetően sportolnak. Erre szükség lehet a rendvédelmi munka folyamán? Nagy szükség van rá, tehát ahhoz, hogy valaki jó munkát tudjon végezni, ahhoz egy sportos háttér elengedhetetlenül szükséges mindenféle szempontból. Azt gondolom, hogy mentálisan is szükség van rá, fizikálisan is szükség van rá, és mi is a főkapitányság keretein belül nagyon maximális mértékben támogatjuk a rendőröknek a sportolási lehetőségeit, meg magát a rendőrsportot is. Ugye az országos rendőrfőkapitányságnak vannak különböző sportrendezvényei, pontszerző bajnokságai, és dicsekedve mondom, hogy 2015-ben például az országos pontszerző rendőrbajnokságot Fejér megyei főkapitányság nyerte az ország összes megyéje közül. Itt is képviselik magukat, gondolom a végső győzelem lesz a cél. Igen, három csapattal veszünk részt, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság, a Sárbagár Rendőrkapitányság, vagy a megyei rendőrfőkapitányság indított egy csapatot, és hát ismerek már annyira kollégáim, és tudják rólam, hogy csak a győzelem elfogadható. Az eseményen több előadást is tartottak, többek között a drogprevenció témájában. Itt mutatja az esemény súlyát, hogy komplex rendezvényen vagyunk, hiszen többek között majd tőletek is hallhatunk előadást. Milyen a helyzet Dunaújvárosban, most belevágunk élesben, mennyire jelent ez valós problémát? Egy jó pár éves kutatás szerint Dunaújváros kiemelten drogfertőzött területnek számít, bármi is legyen ez. Én a saját tapasztalatainkat tudom elmondani, ami a drogambulancián történik munka kapcsán. Körülbelül gyorsan fejben számolok olyan 120-130 regisztrált kliensünk van, és van egy alacsony küszöbű szolgáltatásunk, ahol nem kell regisztrálni, nevet sem kell megadni, ott 200-300 kliensről beszélhetünk, akik ártalomcsökkentő szolgáltatásban vesznek részt. Ezek azok az emberek, akik már eljutottak a drogozás mélypontjára, és segítséget kértek tőlünk. Azt, hogy mennyien vannak olyanok, akik még jól érzik magukat, még úgy érzik, hogy nem kell nekik leállniuk a drogfogyasztásra, nem tudom megmondani, erre semmiféle kutatás, semmiféle felmérés nem készült. Gondolom én, hogy hasonlóan nehéz megmondani azt, hogy egy prevenció, egy megelőzés mennyire hatékony, hiszen jobb esetben ők nem jelentkeznek nálatok. Mégis mennyire tudunk ebből valamilyen következtetést levonni? A prevenciókról azt gondolom, hogy megtartani egy előadást, és utána nem foglalkozni tovább a gyerekekkel, biztos egy kezdeti lépésnek jó, de sok haszna azt gondolom nincsen. Valószínű, hogy amiket elmondunk, információkat, a nagy részét úgy is tudják már. Amit hatásosnak tartanék, és amire már voltak visszajelzések, az egy sokkal komplexebb dolog. Tehát amikor egy iskolával úgy foglalkozunk, hogy tréningezzük a tanárokat, tartunk nekik egy érzékenyítő tréninget a drog problémával kapcsolatban, tartunk a diákoknak egy több alkalomból álló és kis csoportokban tartott beszélgetést, onnan már vannak visszajelzések, tehát azok az iskolák, a jelzőrendszerből kaptunk visszajelzést, hogy azok az iskolák, akikkel egy komplex programot lefolytattunk,
jóval kevesebb jelzőrendszeri vészjelzést adnak le, mert megindult egy párbeszéd a tanárok, a diákok, a tanárok, a szülők és a diákok és a szülők között a drog témáról. Említetted itt a tudást. A Csernus doktor azt mondta annak idején, hogy nem tudott semmit a drogokról, és többek között emiatt is hát került ebbe a helyzetbe. Most, hogy már gyakorlatilag minden információ elérhető, ez segíti a munkátokat? Azért nem mondanám, hogy minden információ elérhető, mert most a designer drogok piacával kapcsolatban gyakorlatilag mindenki fogalmatlan. Úgy a szakemberek, úgy a fogyasztók, úgy a terjesztők. Azt tudjuk, hogy körülbelül milyen összetételű kémiai anyagok lehetnek, de ennek a hosszú távú hatásait sem én, sem Zaher professzor, sem tulajdonképpen senki nem tudja, mert nincsenek annyi ideje jelen a piacon. Nem tudjuk, hogy mi lesz valakivel 10 év múlva, aki most designer drogot fogyaszt. Úgyhogy azt mondom, hogy egyrészt nagyon jó az, hogy sok az információ, tehát valaki rákattint a neten arra, hogy designer drog, akkor őrült sok ismeretterjesztő oldal lejön, és őrült sok olyan oldal is lejön, ahol designer drogot lehet legálisan vásárolni. Úgyhogy az információ áradatnak megvan a hátulütője is.